rendezett különlegesen különleges ökumenikus összejövetelen! A mai alkalom különösen különleges, mert ma történik először, hogy csoportunk itt találkozik az állami attikai börtönben. Mai szónokunk egy Kevin Trentel névre hallgató úr. Trentel úr bent lakó itt Attikában, és jelenleg összesen 7 életfogytiglanyának egyikét tölti. Úgyhogy minden további magyarázkodás nélkül Mr. Trentel! Nevem Trentel, elítélt tömeggyilkos vagyok. Életem végéig beleszek zárva ebbe a patkányukba. És szingli vagyok. Igen, szingli. Persze, valamikor én is úgy éltem, mint maguk mind. Jó állás. A legújabb kificuc. Palackozott ásványvíz. De akármilyen keményen próbálkoztam, és sehogy sem találtam meg a megfelelő partnert, ismerős. És akkor jött a szilveszter. Meghívtak egy buliba, de képtelen voltam összeszedni egy nőt, úgyhogy egyedül mentem. És az összes nős barátom ott volt a feleségével, de az összes nős barátom ott ölelkeztek, csókolóztak, agyonbecézgették egymást, ilyeneket mondtak, hogy Mókuci! Kis tökfej! Macika! Hát nem bírtam tovább, kiborultam, elővettem az AK-47-esemet, és a pokorra küldtem az összes családos seggfejt! Maga mit röhögsz? Én nem röhögök. Maga azt hiszi, olyan vicces, 50 évesen úgy élni, hogy nincs párod? Kérem, hagyja nekem békét! És maga? Hazamehetek! Úgy akarják végezni, mint én, hogy ne legyen senki, akivel megoszthatják a legjobb éveiket. Hát akkor figyeljenek jól! Mert van odakint egy-két barátom, korombeli és még szingli, szívesen hallanának róluk, jó? Van egy férfi, 50-es, aki nemrég adta fel a 2467. házassági hirdetését. És van egy nő, 45 éves, aki 15 éve él ezen a diétán. Maguk mind Mr. és Mrs. tökéletesre vágynak, ugye? Hát van egy hírem. Nem jönnek el. Tudni kell megalkudni faszfejt. Na jó, maga és maga. Jöjjenek ide most! Mondja, ki maga és mit akar? A nevem Brad. 34 vagyok. És egy kedves keresztény lányt keresek, akinek ugyanazok az értékek fontosak az életben, mint nekem, vagyis otthon akar maradni és nevelni a gyermekeimet. És maga? Susan, 41, és egy zsidó férfit keresek, aki nem bánja, ha tovább dolgozom az ügyvédi irodában. Na, faszika? Akar férhez menni? Igen! Ah, újabb házasság! Köszönöm Mr. Trentel, és köszönöm Önöknek, hogy részt vettek az oltári rendület programján! Leszünk férj feleség, boldogan, könnyedén
Isten színel. Akar fogadalmat tenni, hogy mától hűségben él, mint házas pár. Szólj hát, mondd, ugye ő legyen a pár. Nem vagy szabad mától, mert a szabadság egy férjnek már nem jár. Ó, Jézus! Szólj hát, mondd, ugye ő legyen a férjed. Most a szabadságnak vége, és a családja tiéd is lesz most már. Jézus! Így lesz hát, a szex már olyan jó nem lesz. Thank you.
igen, túl nagy a készlet. A sok ruha mind olyan szép, minden pár. De a ruhák mind épp, majd a moly egyszer az rágja szét. Jaj, hány esküvőm volt, hány új ruhában, de a büszkeség rossz üzletem. Igen, így voltam én, de mire voltam kemény? Én hordok pártát, kösz uram, ők kaptak párt. Hívtad a féregírtókat? Igen. Befizetted a Visa számlát? Igen. Megcsináltattad a fékeket a Subaru-n? Igen. Megcsináltattad a Toyota hajtószíját? Igen. Fölhívtad a biztosítót a tető miatt? Igen. Te befizetted a ház részletet? Igen. A mamát felvitted a szobájába? Igen. Lefettetted a fiúkat? Igen. Én csak le kell vigyem a szemetet, aztán menek én is lefekünk mi. Mókuci? Igen. Akarod, hogy jöjjek? Minek? Egyedül is le tudom vinni. Úgy értem, lefekvő. Ó! Csak 3:10. Hé! Igazán? Nem is tudom volna, kedved. Hát de nekem a szemetet holnap is levihetem. Igen? Igen. Akkor gyere! Gyere. Elfelejtettem vízágyítót tenni a mosógépbe. Fiúk és az összes játékuk, újra férfi leszek, rám törhet a vágy. Már alszik minden smurf ágyban, mind a két kis kölcs, és az kaput várja a családi ács. Na nincs több Lego, nincs Gorilla, nincs a tekrőc, sem Godzilla, alszik két Tyrannosaurus Rex, jöjj családi ágy, jöjj házastársi vágy, jöjj csodás. A ruhák rendbe raktam a konyhát, már a testem most a lepedőn kinyúl. Már ettek a cicát, nagyot jártak a kutyák, s ma még üzekedni fog, s mint egy nyúl. Elraktam benned, tesz, és szintén Power Ranger, Trollt és Lista G.I. Joe, sem sok szétszor, kex! Jöjj családi ágy, jöjj házastársi vágy, jöjj csodás! Papucs lettem hát, pimasz mind a két kis rác, csak nyerek, és csak tűrök én, gyerekek! Semmi változásra nincs remény, minden más. Ha vár az autóm már. Oké. Én meg vagyok, úgyhogy részemről indulhatunk. Csak semmi sietség, hát nem fogunk talán elkésni. Noah, Emma, én majd hozom a tortát, oké? És csak semmi veszekedés. Csimszágunk, torzik már az országunk. Óvatosan azzal a taladással. Csimszágunk.
Nejem, aki ugye csupán egy utas a kocsimban. Úgy tűnik föltétlenül megkívánja osztani ellentmondás nem tűrő véleményét a sofőrrel. Emlékeznek a James Bond filmekre? Azokra a remek kocsikra, a katapultáló ülésekkel. Csak annyit mondok a General Motors egy vagyonkeresetre. Köszönöm szépen. A férjemnek, tudják, nem csak a lába nehéz, hanem a feje is. Az ember azt gondolná, hogy az autózás csupán annyi, hogy egyik ponttól eljutunk a másikba, de hát ő a férfiasság próbáját látja benne, a féle tesztoszteron tesztet. Én szerintem egyáltalán nem véletlen, hogy a sebességváltó annyira emlékeztet a hintagra. Köszönöm, hogy meghallgattam. Már ott van mindjárt, és ők se gyötör, a kocsiba ülünk az őrület mitől. Te zárd be az ajtót, én majd hozom a tortát. Noa, Emma, minden rokont megpuszíltok, és senkinek sem mondjátok, hogy mennyire meghízott. Igen, mamma. Én vagyok az. Baby, mwah!